Szóval itt töltöttem az életem első éveit, körülbelül 1 éves koromtól 5 éves koromig, és ezután is, amíg gimnáziumban nem mentem, minden nyáron itt töltöttem a nyarakat. Kórosszigeten vagyunk. Ez egy elértelenet kis falu. Ez a Hunyadi utca 1. Ez itt egy fakerítés volt. Ott van az az ablak, az a nagybátyám ablaka volt. A másik kettő a nagymamámé. Ott aludtam én. És ott, hogyha bemennénk, ott egy ilyen földpadló van gyakorlatilag. Ott kicsit beljebb, ott volt egy kert, ott voltak a pottyantós WC, amit ilyen sárból és ilyen tőzekből épített téglákból raktunk össze. És itt ott volt az istálló, azt is eldózárolták. A mögött volt a gané. A gané mögött volt egy nagy terület, ahol dinnye nőtt. Zárójelben megjegyzem, egyszer találtunk sárga bélű görögdinnyét ott. Minden reggel, amikor felkeltem, kimentem, hajtogattam fel a leveleket a dinnyeföldön, hogy megkopogtattam a dinnyét, hogy mikor érett, hogy érette már. Hogyha ilyen kicsit üregesen kopogott, akkor volt érett. És hogyha azon a dinnyeföldön még tovább mentünk, akkor föl lehetett venni ilyen kis mesterséges töltésszerűségen, és ott volt az Örvös nevű patak, vagy csermely, vagy nem tudom, egy néhány lépésnyi volt, úgy hívtuk, hogy Ővös, de igazából Örvös a neve, és azon egy deszka vezetett át, és két bottal lehetett átmenni rajta, de én aztán egyszer sem mentem át, vertem átmenni, és a mögött volt még egy nagy tarló, amit egyszer láttam égni, legalábbis egyszer emlékszem rá, hogy égették a tarlót, az egy nagy élmény volt valamiért, és még volt 2000 libánk is, amik nem tudom, hogy hol fértek el, aztán még volt ott fejebb a faluban még valami kis telep, ahol a libák voltak, volt rengeteg csirke, kakas. Én visítottam a madártoltól, úgyhogy elég hamar megtanultam amiatt olvasni itt ebbe a kis házikóba. És volt még sok kutyánk, a Pici, a Doris, meg a Cézár. A Cézár volt a Puli, a Doris egy ilyen fekete keverék volt, és a Pici meg egy olyan kutya volt, aki a saját farkát kergette, és megveszett, és véresen harapta a saját seggét, és le kellett lőni. És de akkor nem voltam ott. Meg volt... Volt sokon malacunk is, egyszerre felébresztettek éjszaka, amikor a kis malacok születtek ott, tehát most már semmi nincs, de ott volt a disznóhol. És disznóvágáson is voltam, faluban az volt a szokás, hogy egy lánynak el kellett vágni egy csirke torkát, akkor számított érettnek, egy fiúnak pedig a disznótornak kellett segítkeznie, és esett az eső az egyik disznótoron, és engem is kihívtak, és mondták, hogy akkor segítsek valamelyik testrészét bevinni a disznónak. És ahogy én a fejét kértem, mondták, hogy nem fogom elbírni, de én kértem a fejét, és emlékszem el, hogy a disznónak a fejét a kezembe adták, és segre ültem vele a sárba. Úgyhogy beégtem vele. Meg láttam tehenet is megszületni, egy kis tehenet itt ott az istállóba. Egyszerűen nyálkásan kipottyant az anyukájából, és kicsit mocorgott, utána meg négy kézlábra állt, és utána szépen békésen ott odaállt az anyja mellé a enni, legelni, vagy mit csinálni. És 3 tehenünk volt, a Fakó, a Bimbo és a Móni, és ott volt egy árok, és a Móni ki volt kötve, és addig-addig forgott körbe, gondolom gondolkodott a fa körül, amíg meg nem botlott, leesett az árokba és megfulladt. Micsoda veszteség. Sajnos. Szegény Móni, de hát ember neve volt, gondolom ezért gondolkodott annyit. Itt volt egy kert, szintén elkerítve egy kerítéssel, itt nem voltak ezek a fák ilyenek, ott szépen álltak itt a ringlószilvafák, abból csináltuk a pálinkát, tapostuk a cefrét a, hogy hívják be, a hordókba, és itt pedig volt birsalmafa, itt bent meg japán kakasok voltak, itt ezek külön voltak, mert azt hiszem, hogy vadak voltak, és ott volt egy pöszpétabokor, ami nagyon finom volt, de ilyen nagyon, nagyon szúros volt a, hogy hívják ja, a bozot. Igen, meg ott láttam először a tehénlepényt, hogy ott léptem igazából először bele. És itt volt, még itt a ház mellett volt a tyúkol, és mikor nagyon kicsi voltam, akkor bemásztam, gyűjtöttük mindig a tojást, mert mindenhova tojtak, bemásztam oda a tyúkolba is, azért nagyon eleve emlékem, 1 éves koromból az első. Bemásztam a tojásért a tyúkolba, és a kakas a fejemre ugrott, és azóta, arra emlékszem még talán arra, hogy fölrepül a kakas. Aztán anyám leszette rólam, és... Hát igen, ez volt. Egyszer az egyik csúkban találtunk egy teljes tojást, éppen akkor készült tojni. Ja, ez volt még. Meg itt volt egy kerítés. Menjünk el erre. Itt az életem legelső emléke itt történt. Kb. 1 éves lehettem. Életemnek a legelső emléke. Ez körülbelül 1 másodperc. És igen, itt volt. Még erre.
Aha. Jaja. Ja, és itt volt egy hatalmas fa. Ilyen vastag, nagyon régi, hatalmas fa. Mielőtt ide jöttünk, azon gondolkodtam, hogy itt van-e még, de hát sokkal jobban lepusztult, mint gondoltam. Akkor érte a fénykorát ez a falu. És... Aha. És kb. Igen, és itt volt egy rózsabokor, meg itt egy kerítés, ami elválasztott a szomszéd telektől, és itt hallottam először egy rózsának a halálsikolyát, éppen levágták a rózsát, és hallottam egy ilyen hangot. És onnan tudom, hogy a rózsa halálsikolya volt, mert az volt a fejemben, ez a rózsa volt. És itt voltam, kb. Itt játszottam, itt ilyen kert volt, itt voltak izék, virágok, meg mindenféle, azok virágok voltak, és ebből a kerítésből megvágtam a kezemet, egy évesen, és arra emlékszem, hogy nézem a tenyeremet, ahogy kiserkem belőle a vér, és elönti a tenyeremet, és akkor eszméltem fel először az emberi öntudatomra, ami annyi volt mindössze, hogy mit kell most csinálni? Ja igen, kb. Ennyire emlékszem erre az egy másodpercre. Tudtam, hogy ilyenkor bömbölni kell. Egy ilyennel vágtam el, csak az itt lent volt. Itt kóvályogtam. Itt is volt egy kerítés, és itt a sarokba elvágtam. Hát... Itt a házak teljesen el is tűntek. Na jó, ennyi. Közben elállt az eső, és átjöttünk ide a szomszédházba. Onnan jöttünk át. Ott laktunk mi. Addig tartott a mi kis birodalmunk. És átjöttünk ide, és áttereltük a disznót a szomszédba, ahol körbeálltuk a szomszéd disznóját, meg a mi disznókat, és vártuk, hogy búgjanak. És anyunak mondom, nem tudom, milyen Jani bácsinak hívták, elfelejtettem, mert ez az ő háza. Jani bácsi és Piri néni háza. Hát igen, 25 év hosszú idő. Kórus szigetet nem kímélte. De szép takaros ház volt. Itt laktak Jani bácsi és a Piri néni. Itt még megvan ez a tapéta. Ezt a tapétát, ezt még talán én is csináltam, úgyhogy ezt úgy kellett, hogy ilyen hengerrel. Csókolom! Nem, nincsenek itthon. És megnézem, cserépköves út, ilyet sem láttam még. És ott volt a WC. Nem kellett volna bozótba pisélnem, ott a WC, látjátok? Mehettem volna a WC-re is. Erről beszéltem, ezekről a téglákról. Megint is ugyanilyen volt. Itt se szívesen vetődnék árnyékszékre. Ha értitek, mire gondolok. Jaj. Na jó, menjünk.